Rendkívüli kiállításnak vagyunk a szemtanúi, mert hiszen egy csomó remek mű hamisított képeit látjuk átalakítva. Nyilvánvaló, hogy kellett hozzá egy rendkívül szemfüles művészettörténész, hogy ne engedje ezeket a műveket megsemmisíteni, és fölkérte azokat a művészeket, akik hajlandóságot mutattak afelé, hogy ezeket a műveket újraértelmezzék. Hát ebből az anyagból tudunk itt bemutatni 85 művet. A kiállítás kurátora Nagy Katalin művészettörténész, aki tulajdonképpen újra álmodta, illetve a művészekkel újra reprodukálja ezeket a műveket. Én szeretettel köszöntöm a megjelent művészeket, akiket majd Nagy Katalin újra bemutat. Szeretettel köszöntöm a vendégeket, a művész kollégákat, a sajtó képviselőit, és föl fogom kérni rövidesen Nagy Katalint, hogy ezt a kiállítást nyissa meg. Vážený prítomný, srdečne vás vítam na otvorení výstavy Fazonigazítás. Je to ojedinelá výstava v každom prípade, totiž falošné obrazy dostávajú nový tvar. Kurátor tejto výstavy je Nagy Katalin, a odovzdávam jej slovo. Átadom a szót Nagy Katalinnak. Szeretettel köszöntök mindenkit, a megjelenteket, és hát először is szeretném megköszönni Veronikának, hogy fogadta ezt a kiállítást. Ez a harmadik kiállítás Szlovákiában, egyébként pedig a hetedik, a történet 2007-ben kezdődött. És mielőtt elmondanám a sztorit, előtte akkor bemutatnám a itt készülő művek készítői közül azt a három képzőművészt, aki jelen van, Andy Valentát, Szurcsik Jánost és Szilágyi Rudolfot, aki egyben a kiállítás megnyitón egy performance-t is elő fog adni. A történet röviden 2007-ben az történt, hogy a Falkárt Fórum keretében én is meghívást kaptam egy nyilvános égetésre, ahol képeket fognak elégetni, de csak néhányat, mert a többi az megy a kazánba. És többen jelen voltunk egy budapesti főutcán, ahol nagyon sok régiségbolt van, és akkor már tudtuk, mert hát nyilván én is utána érdeklődtem, hogy hogy is történhet ez. Hát két dolog van. Az egyik az, hogy a törvény azt írja elő, hogy a hamisítványokat el kell égetni, hiszen újabb pusztítást okozhatnak az emberek pénztárcájában. Ez az egyik oldala. A másik pedig az, hogy azt gondolta a galéria, hogy az örökösök, akiket nagy csalódásért, amikor kiderült, hogy a képek nem érnek semmit, őket azzal vigasztalták meg, hogy a kereteket elárverezik, és a képeket pedig hát inkább felejtsük el. 2007-ben akkor én bementem a galériába, és azt mondtam, hogy én egy másfajta pusztítást ajánlanék föl, ami nem az én ötletem, ez a 60-as évek óta létezik a művészet történetében, hogy művészek egyrészt sokszor együtt dolgoznak másokkal, tehát volt olyan például az Arnulf Rainer, hogy csak egy példát mondjak, ő elmebeteg rajzaival csinált olyat, hogy belerajzolt, és egy ilyen közös munka jött létre. Sokszor hasonló történetek is vannak, és olyan is volt már, hogy csak még későbbre visszamegyek, mondjuk az csak egy reprodukció volt, de biztos sokan ismerik Marcel Duchampnak a Mona Lisa reprójával elkövetett brutális átrajzolását. Tehát, hogy van ennek hagyománya, és ezért úgy gondoltam, hogy legyen egy másfajta pusztítása, idézőjelbe ezeknek a képeknek, ami valójában egy újjászületés lesz, hogy megkérek kortárs művészeket, hogy alakítsák át, trancsírozzák föl, akár teljes mértékben alakítsák és pusztítsák el, úgymond, de abból fog születni egy új mű. Az is szempont volt a számomra, hogy sokféle művész kérjek meg. Tehát itt vannak
festőművészek, szobrászművészek, textilművészek, van egy ékszerészünk, és vannak képzőművészek, ugye akkor szoktuk azt mondani, ha valaki nagyon sok műfajban dolgozik, hogy gyakorlatilag ezzel az általános kifejezéssel. Ahogy ők hozzáálltak a művekhez, az is nagyon sokféle. Bizonyára sok minden észrevehető, de nagyon sok képhez egy kis magyarázat kell, de leginkább az kell, hogy össze lehessen hasonlítani az eredetivel. Ezért a képcédulákon ugye látják, hogy milyen volt a kép. Nagyon sokan úgy álltak hozzá, hogy inkább egyfajta kompozíció oldaláról, abból közelítettek hozzá, és az indította el, és vannak mondjuk konceptuális munkák, amelyek esetleg gondolatilag. Tehát azért érdekes szerintem ez a tárlat, mert felmutatja azt a nagyon sokoldali gondolkodást, amely ma a kortárs művészetben létezik, azt a sokféle megközelítését a valóságnak, és valójában a képnek is, mint olyannak. A másik, amit külön ki szeretnék emelni, hogy például nagyon sok szobrász először azt mondta, hogy hát ő mit csináljon egy képpel. Viszont ahol szobrászokról van szó, jelesül például a Deli Ágnes, vagy éppen a itt lévő Szurcsik Jánost kiemelném olyan szempontból, hogy rögtön térbe gondolkodtak. Vagy itt van a Badis Gyura, aki ott szétrágja egy rovara a képet. Tehát, hogy ez is nagyon izgalmas, hogy valóban egy másfajta megközelítés, amikor ugye más indítatása van, vagy alapállása a művésznek. Úgyhogy nem szaporítom a szót, köszönöm szépen, hogy eljöttek, élvezzék a kiállítást, illetve mielőtt élveznék, nézzék meg, hogy születik itt a maguk szeme láttára egy kép Szilágyi Rudolf jóvoltából. Köszönöm szépen! Megidézi a korpuszt, megidézi a nagyszombati történéseket. Annál is inkább aktuális ez, hiszen templomban vagyunk, és ennek a térnek mindig is van egy kicsit szakrális jellege. Nagyon szépen köszönjük ezt az aktualitást is, ez meglepett minket, bár beszéltünk róla, és hozzátesz mindenképpen ehhez a kiállításhoz. Így élnek újra
azok a gondolatok, amik korábban művészek lelkében megszülettek. Én köszönöm az itt jelenlévő művészeknek a fáradtságot, az izgalmas élményeket, amiket majd újra és újra fel fogunk fedezni egyedül, gyerekekkel, kollégákkal, és még annyit elmondok, hogy a szlovák kormányhivatal jóvoltából sikerült ezt megvalósítani, valamint a komáromi önkormányzat részéről kaptunk szintén támogatást. Én a kiállítást ezzel megnyitottnak nyilvánítom. Köszönöm Nagy T. Katalinnak az ismertetést, és egyáltalán, hogy kitalálta ezt a dolgot, és remélhető, hogy sok mindenkinek nagy élményt jelent majd. Köszönöm a figyelmet, és szeretettel köszöntöm még egyszer a megjelent művészeket.